Sziasztok, a zenevem Tomasz, és ma fogunk beszélni a vermutokról, vagyis a vermut koktélokról, és pontosan a martinokról fogunk beszélni. Beszéltem már szerintem az első évadban, a vermut az hogy készül, miből készül, vagy hogyan. Ma fogunk beszélni kizárólag a koktélokról, és négy koktélt fogok említeni. A klasszikus martini koktél, vagyis a martini dry koktél, a perfect martini, a dirty martini, meg a fél-fél, vagy a 50-50 martini. Kezdeni fogunk az első gondolattal, először, mielőtt bármit kezdek itt készíteni, hogy a martini az akár ginnel, akár vodkával lehet keverni. James Bond például az egyik példa, hogy ő vodkával szokta kérni, viszont én szerintem ginnel finomabb. Nem tudom ki, hogy vagytok vele, majd írjátok le a kommentbe, hogy inkább vodkát, vagy inkább gint jobban szeretitek. Mivel vodkát nem fogok használni, azt visszarakom. És ginnel fogok dolgozni ma. Mondjuk egy londoni dry száraz gin. De van nekem például itt még egy japán gin. Ami szerintem kicsit ilyen elég intenzív aromája van, szóval azt nem nevezném túl száraz ginnek. És van nálam itt még egy ír gin. Az viszont szárazabb. Szerintem kezdjünk is a koktélokkal, mit szóltak hozzá? Kezdjünk is az első koktéllal, és fogom készíteni most nektek a klasszikus martinit, vagyis a Martin Dry koktél. Ehhez ebben a pohárban fogom készíteni, hogy legyünk klasszikusabbak kicsit, és jeget rakjuk a pohárba, és ez most nem fog kelleni nekünk, és a száraz martiniból, vagy a martini dryból fogok használni. Gin meg martiniból áll. A gin az körülbelül kétszerese, mint a martini. A mértékegység az nem 100%-os pontos, de én úgy fogom készíteni, hogy a martiniból 2 centet, és fogok használni egy szárazabb gin fajtát, és mondjuk egy ilyen londoni gint, egy bifiter, és abból 4 centet. És így igazából csak már össze kéne keverni. Körülbelül a keverés, az vitatkoznak vele, hogy 15 vagy 20 vagy 30 másodperc. Én inkább közép utat fogok követni, szóval 20 másodpercig fogom keverni. Itt igazából sokan szokták azt mondani, hogy így már az perfekt, de én azt mondom, hogy kis angostura narancs bittert rakok bele, igazából egyetlen egy dest, és így egy kis aroma lesz benne az italba, amit szerintem nagyon sokat dob rá. Olyan nagyon finom narancs aromája lesz, és szerintem sokkal finomabb tőle a koktél így. Átöntöm a pohárba, és egy olívával fogok díszíteni, és fogok használni, nézzük, milyen olívánk vannak itt. Én őszintén minimum 2 olívát szoktam használni, de ki hogy szeret. Szerintem 2 olíva az pont jó, és pont elegánsan néz ki. Mivel nem ráztok el, akkor nem fog opálosodni, szóval teljesen átlátszó, nem áttetsző, átlátszó. Jó, és most mindegyiket meg fogom kóstolni. Igazság szerint itt tényleg az a száraz, fanyar ízt lehet érezni, és akárhogy nézem,
én inkább a gint érzem benne, az sokkal jobban dominál, persze több benne, mint a martini, de az aromája nagyon jó, nagyon kellemes, de hiányzik belőle valami. Mindjárt fogom mondani miért, mikor csinálom a következő koktélt. Ezt rakjuk félre, és kezdjük következővel. A következő koktél, amit fogok készíteni, mivel mondtam, hogy ebből hiányzik nekem valami, kóstoltam egy pár fajta a martini koktélt, és azt vettem észre, hogy nekem a Dirty Martini az a kedvencem. Mindjárt is megmondhatom, hogy kell készíteni. Az arányok ugyanazok, mint a klasszikus martini, csak van benne egy kis plusz, ami egy pár olíva szem, és azok össze vannak nyomkodva kicsit madlerrel, nem kell túl sokat, csak épp hogy összetörjen az olívának a héja, vagyis a külseje. És az olívának a levéből fogok használni meg 2 centet. Szóval ugyanúgy az arányok száraz martiniból 2 cent. Mindjárt fognak vitatkozni velem, hogy nem 2 cent kéne, hanem 2,5 cent. Jó. Szóval, és ebben most az ír gint fogom használni, és abból 4 centet. És ugyanúgy ír. És keverni fogom 20 másodpercig. Nagyon kellemes aromája van ennek a ginnek. Úgy kéne keverni, igazából a kesztyűm kicsit olyan nem nagyon segít, hogy át kell forgatni, hogy ne legyen hangja, miközben kevered. De őszintén folyamatosan összegyűrődik az a gesztyű, és visszafogja a kanalat, és nem engedi, hogy ilyen szépen, szóval itt már beleakad. Szóval remélem, hogy azt elnézitek nekem. És ezt ebbe fogom szervírozni. Ugyan átszűröm, és itt nem tudom, észreveszitek, hogy kicsit olyan zavaros, kicsit nem az az átlátszó, hanem az olívának a leve miatt, ami igazából az pont az a lényege, hogy ilyen kell, hogy legyen. Azért úgy hívják, hogy Dirty Martini. És itt is fogok használni olívát a díszítésnek. Mikor használni akartok olívát, vásároltok olívát a koktélhoz, nem véletlen olyan olívát vásároljatok, ami töltve van a belseje a különböző dolgokkal, egy átlagos, sima olívát kell venni, szóval már még igazából sós vízben rakva. És hogyha jobb fajta olívát vesztek, nem az a nagyon puha, akkor szerintem még a koktélnak is jobbat tesz, vagy jobb az íze tőle. Szóval ezt is megkóstoljuk. Igen. Sokkal kellemesebb az íze. Olyan kicsit savankásabb, kicsit sósabb. Nekem akkor is az a kedvencem. A következő koktél, ebbe is a jeget rakok. És minden két fajta martini kelleni fog, szóval egy száraz, meg egy rosszó fog kelleni. És kezdünk a rosszóval. És
másfél cent kell a rosszóból. És másfél cent kell a dryból. És 2 cent kelleni fog a ginből. Itt is keverjük 20 másodpercig, és azt ugye perfect martinit most készített. Szervírozni, ebbe fogom. És ehhez meg egy citrompirt fogok. És vannak ilyen ollók, amit lehet kapni akár hobbyboltba, ami kicsit ilyen recésen vágja a dolgokat. Nekem az nagyon tetszik, és így szeretem vágni a pilt vele. És ilyen szép formája lesz. Szóval ilyen lesz a formája. Ez kicsit középen összehajtom, és engedem azt a olajok, hogy a pohár falára szálljanak, és közben letörlöm, és utána bele a pohárba. És az volt a perfect martini. Ezt is megkóstolom. Hú. A citromnak az illóolajokat érzem, de nagyon erősen. Őszintén ezt rékóstoltam már, és el is felejtettem, hogy milyen ez íze. De most döbbenek rá, hogy nagyon kellemes. Szóval én ezt tudnám ajánlani a hölgyeknek is akár, mert nem annyira édes, és nem ennyire lehet érezni az alkoholt benne. Nagyon kellemes, akár egy alapozás, egy jó beszélgetéshez szerintem nagyon jó ital lehetne. Szóval nincs benne az az erős fanyarság. Kellemes. Következő koktél, ami maradt nekünk hátra, az a fél-fél vagy 50-50. Ugye a nevéből lehet kitalálni, hogy mennyi az aránya, viszont itt nem 2 cent, 2 cent, hanem 4 cent, 4 cent, szóval 4 cent gin és 4 cent száraz martini van benne. Csináljuk meg! Jég és 4 cent martini, száraz martini. És 4 cent száraz gin. Igazság szerint itt nem a ginnek az aránya változott, hanem a martinik az aránya változott. Sokkal fanyarabb kéne, hogy legyen az ital, de mindjárt megkóstolom, és tudni fogjuk pontosan, hogy milyen. Ugyanúgy keverem 20 másodpercig.
hátszőről. És ezt is olívával fogom díszíteni. Mindig hagyom az olívát, hogy ne csöpögjön róla a leve, mert ha nem, akkor hagyni fog foltot a koktél tetején, és ez kicsit csúnyán néz ki. Szóval az volt az utolsó martini koktélunk mára. Nézzük meg, hogy milyen. Hát, nem az lesz a kedvencem. Ide értünk a rész végére, köszönöm szépen, hogy velem voltál. Ha tetszett az a rész, akkor dobj egy lájkot, és ha meg nem iratkoztál fel, iratkozzál fel. Ezzel tudsz támogatni, és tudod további részeket készíteni neked. Facebookon, illetve Instagramon szoktam kiírni, hogy milyen koktélok, vagy posztolni képeket esetleg, hogy milyen koktélok, milyen részek jönnek legközelebb. Remélem hasznos volt, informatív számotokra. Bármilyen kérdés van, nyugodtan a kommentben lehet írni. És szerintem az minden, amit akartam mondani most, találkozunk legközelebb. Sziasztok!